Megkezdte a felkészülést a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapata. Az első gyakorláson már ott volt két új igazolásunk, Priskin Tamás, valamint Fernando Goriárán is. Hát nagyon várom, tényleg én is vártam már ezt a pillanatot, hogy újra elkezdjem, és itt a Ferencvárosnál sok régi ismerőssel találkoztam újra, úgyhogy tényleg jó érzés. Szerintem én nem kell majd annyira bajlódnom a beilleszkedéssel, tényleg a csapatnak a nagy részét azt ismerem már, úgymond az összes magyar játékost, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Hát, hogy frisse vagyok, az meg kiderül az edzésen, de hát tényleg azért volt időnk kipihenni magunkat. Az elmúlt évekhez képest ez óriási erőlépés volt, tehát tényleg most azért nyáron is volt egy kisebb pihenőszünet, úgyhogy biztosan mind mentálisan, mind fizikailag kipihentek vagyunk, vagy legalábbis én biztosan, úgyhogy már nagyon várom és bízom benne, hogy tényleg majd egy olyan optimális erőbe kerülünk, egy optimális játékba, ami szükséges lesz majd a szezonra. A Magyar Kupa döntőjén Lovrencsics Gergő ijesztő sérülést szenvedett, de az elmúlt napokban már tudott a pihenésre is koncentrálni. Hát igazából ugye most született a kisfiunk, és igazából ez a napi rutin megszerzése az, hogy ugye egy új jövevény jött a családba, és ugye megszerezni az, hogy egy a fülbetérés, ugye etetés, ilyen dolgokat, ugye, ami nagyon fontosak, ezeket ugye sajátítsuk, hogy amikor elkezdődik a szezon, akkor már legyen egy olyan kis rutinunk, hogy én eljövök edzésre, és akkor se azon helyen ugye izgulni, hogy most jaj, mi van a kicsivel, mi van a párommal. Ugye, úgyhogy igazából a pihenés mellett ezzel telt a kis szünet. Jó is volt, mert hál' Istennek nagyon jó kisgyerek, tehát éjszakánként nagyon sokat aludt evés után, úgyhogy nagyon, nagyon nem volt vele probléma, mindig ezzel ugye 3 óránként föl lett ugyanúgy keltve minden, de én is tudtam mellette pihenni, tehát én azt mondom, hogy ez a kis szünet, ami volt, én ki tudtam magam pihenni ezügyben, de most még ugye előírás, hogy azért nagyon sokat nem voltam magamnál, 2-3 percet nem voltam magamnál ennél a szituációnál, tehát nem szabad még itt elkezdenem a komoly munkát, ugye holnaptól biztos vagyok benne, hogy mivel 3 hetünk van felkészülni az első Európa Liga mérkőzésre, így bele kell kezdenünk, tehát ez nem túl sok idő, de nem szabad még ugye elkapkodni ezt a dolgot, hiszen azért egy komoly agyrázkódáson vagyok túl, illetve egy orrtörésen. A felkészülés első napjaiban főként az orvosi stábé a főszerep, a feladatokat pedig a szekció vezetője, dr. Pánics Gergely járult el a Fradi médiának. Gergő plusz pihenőt kap, ugye nagyon fontos ilyenkor, hogy ő teljesen egészségesen és ebből a traumából teljesen felépülve térjen vissza. Nagyon fontos, hogy ne következzen be a sérülékeny időszakban egy második ütés, vagy egy második olyan sérülés, ami esetleg ez krónikussá vagy maradandó elváltozások kialakulásához vezet, úgyhogy ezért vagyunk vele ilyenkor óvatosak. Labdarúgóink első útja tehát a pálya helyett az orvosi szobába vezetett. Egyrészt a erőléti stábban kiegészülve végzünk vizsgálatokat, illetve az Uzsoki Kórház személyzete is besegít a laborvizsgálatoknál, megfelelő paramétereket nézünk. A testösszetételt, hogy az hogy változott itt a szünet alatt, változott esetleg negatív irányba, pozitív irányba, annak külön örülünk. Ez egy nagyon rövid szünet, ilyenkor nagy változásokra nem számítunk, de mégis szezon kezdett, tehát olyan jellegű rizikofaktorokat próbálunk kiszűrni a labor, illetve a mozgásszerű vizsgálatokkal, amik a szezon során esetleg sérülések bekövetkeztéhez vezethetnek. Már kaphatóak a Ferencváros labdarúgó csapatának következő szezonra szóló hazai bérletei. Újítsd meg az előző idényre szóló bérleted június 20-áig rendkívül kedvezményes áron. Részletek a fradi.hu-n és az FTC Facebook oldalán. Harcoljunk együtt az újabb sikerekért. Hajrá, Fradi!